Mint ahogy a felvétel is mutatja, a jó hangulat idén is garantált volt a húsvéti lemezlovarda partiban. Talán mondanunk sem kell, hogy nagy népszerűségnek örvendett a buli. Csuka Ferenc 2009. júliusában rendezte meg először a Nosztalgia partit. Hát és onnan kezdve szerintem minden évben, kivéve ugye ezt a pandémiás időszakot, ez rendesen megszakította ezt a sorozatot, illetve csak szünetet tett bele, hála jó Istennek, mert ugyanúgy folytatódik tovább minden. Ez azért retro, mert az első bulit azt nem én találtam ki, hanem az akkori igazgatónő, a műfáznak az igazgatónője, és ő egy más városban tartott retro rendezvény nyomán tette fel a kérdést, hogy mi miért nem tudunk ilyet csinálni. És aztán végül is azért maradt retro, mert szerintem a legszélesebb korosztályt a retro zene tudja összehozni. Ugye vannak periférikus zenék, azok a saját korosztályukat, de ez minden korosztály. Ezzel a résztvevők is szinte egyhangulag egyetértettek, hogy a retrót sosem lehet megunni. Ennek is köszönhető, hogy kevés volt az olyan résztvevője az eseménynek, aki még csak először járt itt. Nagyon szeretjük a retro zenét, szeretünk táncolni, és jó a társaság. Mi is retrók vagyunk, mert lehetőség van nekünk is szórakozni. Ami ritka. Igazándiból a hangulat miatt. Jó minden. A retro mindenkié, mondja a szervező, ami a táncparketten is jól látható volt, hiszen szinte minden korosztály megtalálható volt a rendezvényen. És én mindig is szerettem azt, hogyha több korosztály mulat el, vagy szórakozik együtt. Mert én örülök, amikor tudok szórakoztatni, és természetesen minél szélesebb körben tudom ezt megtenni, én annál jobban örülök neki. Ötig! Végig a legjobb! Olyan nagyon, nagyon el tudják engedni az emberek magukat, olyan mintha nem is léteznek körülöttünk semmi. Nincsen különösebb előre készülés, talán inkább az elmúlt 14 évben a leglényegesebb változás az, hogy egyrészt a fiatal korosztálynak is szeretnék kedveskedni, másrészt az igény is úgy jelentkezik, hogy már nem csak retro zenék szólnak, hanem azért beleszövöm a napi slágereket, évfél körül egy kicsit mulatósozunk is, hogy tényleg aki csak lehet, megkapja a magáét. A koronavírus miatt 2 év kimaradt a programsorozatból, sokan hiányolták a retro partikat. Természetesen persze, hát, mivel egyébként sincsenek elkényeztetve szórakozási lehetőséggel, így nyilván hiányzott nekik a pandémia alatt is. Csak hát mi nem akartunk kockáztatni, úgyhogy nem mentünk bele az ilyen 200-500 fős, meg igazolványos történetekbe, inkább kivártuk azt, amíg biztosan lehetett rendezni a rendezvényt. Az elmúlt, mondhatom azt talán 10 évben, minden kétséget kizáróan kialakult az, hogy ez a két alkalom az, amikor érdemes megrendezni, mert korábban kísérleteztünk nyári bulival, ugye az nagyon meleg volt a teremben, szilveszterivel is, de aztán mégiscsak maradt a húsvét és a Halloween. Mert a teremnek 700 fő a engedélyezett befogadó képessége, és ennyien meg is szoktak jönni.